Szia, szeretettel üdvözöllek, Bilobo Kárpád vagyok. Na most ez a videó megint egy teljesen új környezetben készül, mint láthatod, egy kocsiba vagyok, hát vezetés közben, úgyhogy inkább előre nézek, nem a kamerába, na de azért mégis csinálok egy videót, mert eleve a héten kevés videót csináltam. Elég hektikus hét volt, de mondhatni egy nagyon izgalmas hét, és hát igazából akkor pár szóban szeretném összefoglalni a hét úgymond eseményeit számomra. Azért is, mert sokan megkérdezik, vagy nem sokan, néhányan megkérdezik, hogy kívülről úgy tűnik, hogy mintha én olyan sok mindennel foglalkozok, ami részben igaz is. Csak hogy tiszta legyen a kép, nekem igazából két fő foglalkozásom, tevékenységem van. Az egyik az, hogy ugye gerinckezeléseket csinálok, és hát ezt már ugye 20 éve, sőt már több is, mint 20 éve. Ezt ugye Norvégiába kezdtem el, ott tanultam, ott éltünk 17 évet, most 11. éve már, hogy Magyarországon is Szentendrén élünk. Hát ugye továbbra is folytatom ezt a tevékenységemet, otthon is így a szabadidőmben, meg van egy fix napom hetente Budapesten, és nagyon ritkán, és az csak egy kivételes esetben eljárok egy családhoz is kezelésre, tehát az ilyen havonta egyszer, vagy esetleg kétszer van, de nagyon kedves családhoz, és ott a család minden tagját kezelem. Szóval ezt nem reklámként mondom, mert ne is hívjon senki az ügyben, hogy menjek házhoz. Ezzel kiismerítettem ezt a fajta tevékenységet. De azért mondom el ezt, hogy most ugye szombat van, épp innen jövök hazafelé, és tegnap is kezelési napom volt. Hát igazából ezen a héten két nap erre ment el. Na de a hét többi napja az ugye a másik fő foglalkozásomra ment, ami már ugye sokszor publikáltam róla, mondtam el, az igazából hálózati marketing, online marketing, és az is ilyen három pillére épül, ami igazából az, hogy van egy olyan cég partnerem, amely az egészségmegőrzésben segít, van egy olyan cég partnerem, amely az online marketing eszközöket adja, és szintén van egy olyan cég partnerem, ahol a pénzemet kamatoztatom, tehát az egy ilyen bizalmi pénzkezelő cégcsoport, és hát már 4 hónapja vagyok nekik is a tagjuk, és hát elég szép eredményeket érünk el ott is, azért mondom többes számba, mert ezen a területen a párom is bekapcsolódott, úgyhogy ezt már ilyen családi vállalkozássá alakítottuk át. Na és hát ez a két fő dolog, amelyikből az egyik három részre oszlik, ugye, három pillérre támaszkodik, a marketing, meg ez az internetes pénzkereset, a másik meg ugye a gerinckezelések. Igazából az is két pilléren áll, mert az egyik ugye a maga a kezelések, amiket végzek, a másik pedig az, hogy oktatom is ezeket a kezelési módot, ami ugye a saját egyedi módszerem lett így a 20 év tapasztalatából. Tehát ez nem olyan sűrűn, ilyen 2-3 havonta. Na most visszakanyarodva egy kicsit az online marketingre, amiatt kezdtem el ezt a videót igazából, meg hogy a tevékenységemet összegezzem. Hát azt kell mondjam, hogy mind a három területen nagyon komoly előrelépések voltak a héten, hisz ugye az a passzív pénzes dolog, ez a ugye befektetési dolog igazából, ahol én választottam egy olyan partnert, amiben megbízok, és rábíztam a pénzem egy részét, hát most a héten egy 7,03%-os hozamot könyveltek el, és hát annyira jó ez a rendszer, hogy hát ezt a lehetőséget én azért megosztottam, meg megosztottam a
másokkal is, és hát így kialakult itt is egy csapat. Tehát ezt mondhatni, ez alatt a 3-4 hónapos periódusunk alatt, ez egy ilyen rekord jó hét volt. Volt már hét felett, de hát ennyire nem. Úgyhogy a többi hetek is elég jók, általában ilyen 5,5% felett voltak mindig. Tehát ez kipipálva, ez a hét, hála Istennek sikeres volt, azon kívül ezt a tevékenységet sikerült úgymond Romániába is elterjeszteni, elindítani, jobban mondva, még az elterjedéstől azért még messzire állunk, tehát eléggé gyerekcipőbe, hisz most egy pár hónapja kezdtük, tehát ez kipipálva. A másik pillér, ugye, ami az egészségről szól, ez igazából egy nagyon jó céget és termékeit fedeztem fel néhány héttel ezelőtt, és hát a héten voltam ennek a előadásán, ennek a cégnek az előadásán, és egy orvos tartottam, aki volt Amerikában a cég központban, meg a cégnek a gyárában, és hát nagyon nagy csodálattal és elragadtatással beszélt erről az egész koncepcióról, meg technológiáról. Ugye nem egy új dologról van szó igazából, 8 éve működő cég, és ő igazából a tevékenységet az eszenciális olajakra építette, és hát abból van nekik 60-70 féle, tehát közben tovább fejlődtek, most már vannak táplálékkiegészítők, vitaminok szintén kombinálva eszenciális olajakkal, ami amúgy egy szabadalom, és ezt le is védték, akkor kozmetikumaik, fogkrém, meg hát sok olyan dolog, ami ugye a hétköznapokban amúgy is szükséges, és hát ez a cég már, mint említettem, 8 éve működik, és tavaly elérte csak Amerikában az 1 milliárd dolláros forgalmat, és hát ugye most kerül igazából ez is elterjesztésre, megismerésre, vagy megismertetésre, ugye itt Európában, hát ennek is partnere lettem, tehát ez a második pillér, és hát nagyon tudtam a cégnek a filozófiájával is azonosulni, meg a vezetők filozófiájával, hogy ez igazából olyan, ez a koncepció, hogyha az ember egy picit belássa magát a különböző olajoknak a hatóanyagaiba, akkor igazából minden családban lehet egy gyógyító. És ez nagy szó. Tehát én is, de engem is gyógyítónak tartanak az emberek, de én ugye más területen inkább, ugye a gerinc, az egy manuál terápia, azon a területen hát én se tudom magamat gyógyítani, de más se magát. De viszont, hogyha rendelkezik mindenki egy ilyen tényleg nagyon magas minőségű és nagyon tiszta, tehát, és nagyon ilyen sűrített, eszenciális termékcsaláddal, ami aztán tényleg az embernek mindenféle problémájára lehet segítség, fizikai, pszichikai, izomízületi, alvás problémától kezdve emésztés, tehát valóban mindenre, hát akkora nagy, hogy mondjam, infóanyag van emögött a cég mögött, hogy mint természetgyógyász, hát nekem is van, amiben jobban belásnom magamat, de hát ez érthető nyelven van ugye hétköznapi embereknek, hisz most nem arról van szó, hogy minden családban legyen egy orvos, hanem minden családban legyen egy gyógyító, aki egy picit ért ezekhez, és tudja, hogy mikor, mihez kell nyúlni. Tehát természetesen ehhez kell egy kis tudatosság is, kell egy olyan hozzáállás, hogy ha valami gond van, akkor elsősorban ne a fájdalomcsillapítóhoz nyúljunk, és azt kapjuk be gyorsan, és ugye ezzel csak a problémát úgymond leföldeljük, tehát az újra ki fog újulni, hanem akkor tudjunk hatni a probléma gyökerére, úgymond, és ugye ezek mindig kéznél legyenek. Tehát az én ügyfeleim nagyon nagy pozitívummal fogadták ezeket a dolgokat, én magam is, a párom is, már tapasztalataik is vannak elég jók, úgyhogy itt a hírlevél, vagyis a videó alatt fel tudsz iratkozni egy hírlevél sorozatba, ahol én lépésről lépésre osztom meg a tapasztalataimat, és mutatom be ezeket az olajakat, ami után én is ugye ezeket jobban megismertem, kipróbáltam, megtapasztaltam, tehát még a vendégeim is nagyon jól
fogadják, hisz van nagyon jó olaj, ami az izomizületi problémákra hat, és akkor most befejezésként szoktam a kezelésekbe egy ilyen levezető, pici kis ilyen aroma touch, tehát ilyen aromaterápiás masszást csinálni, és ezt nagyon szeretik az emberek, nagyon pozitívan veszik. Tehát mondom, ehhez a jó hír, hogy nem kell masszőr lenni, bárki tud csepegtetni ezekből az olajakból egy-két cseppet mondjuk egy bázis olajba, és azt rá tudja kenni akár magának, vagy a családba bárkinek, mondjuk a hátára, a térdére, nyakára, fejére, tehát ahova szükséges, vagy megissza, hogyha ugye olyan belső problémára szeretne könnyítést. Tehát erre is van itt egy feliratkozási lehetőség. Az előbb említett ugye ilyen pénzügyi dologra is van egy feliratkozási lehetőség. Itt viszont tudni kell azt, hogy ugye ez egy magas kockázati dolog, itt be kell tudni merni, vállalni egy bizonyos kockázatot, tehát ez így van minden üzleti tevékenységben, hogy az emberek szeretnének nyerni, szeretnének, mit tudom én, meggazdagodni, de a kockázatot azt nem nagyon merik bevállalni, és hát bármivel foglalkozzon az ember, én nagyon jól tudom, hisz én életem nagy részében mindig vállalkozó voltam, ugye így az egészségügyben is, így a kezelésekben is, akkor így az online hálózati marketingben is. Korábban volt más vállalkozásunk, volt nekünk ruhásüzlet, ruhatisztító, szolárium, tehát igazából mindenféle vállalkozó, nem mindenféle, sokféle vállalkozó voltam, meg még a régi-régi eredeti szakmában, az építészetben, még ott is az első években ugye vállalkoztam, maszekoltam. A lényeg, be kell vállalni bizonyos rizikót minden pénzügyi vagy akár vállalkozásban. Tehát, és ugye ezt azért mondom el, mert ezen a területen, pénzügyi területen van rizikó. Persze arra se akarok bíztatni senkit, sőt azt mondom, hogy olyan a rizikót úgy vállalja be, hogy ne a konyha pénzét tegye fel arra, hanem inkább olyan összeggel szálljon be, ami, hogyha tegyük fel legrosszabb esetben, nem úgy jönne be, ahogy az jelenleg látszik és jelenleg működik, mert tényleg jelenleg jól működik, de ha ne adj Isten, bármi történhet, ugye cégről van szó, cég mögött emberek vannak, hozhatnak döntéseket, mit tudom én, összeomolhat a tőzsde, vagy most nem akarok ilyen elméleteket gyártani, de mondom, bármi lehet, semmitre se lehet azt mondani, hogy az egy bomba biztos, kőbevésett dolog. Hát azt sem mondhatjuk, hogy holnap reggel is felébredünk. Tehát ezt reméljük, és azért mindent megteszünk, hogy ugye egészségesek legyünk, tehát ez vállaljuk a rizikot. A vezetés is akár egy rizikó, ugye reméljük, hogy soha nem okozunk balesetet, és igyekszünk óvatosan vezetni, mindent megtenni, de mégis benne van a rizikó, aki beül autóba, hogy bármikor bármi történhet. Persze nem szabad így gondolkodni, nem azt mondom, de óvatosnak kell lenni. Hát ez is ilyen, a pénzügyi világban is be kell vállalni a rizikot, de viszont óvatosnak kell lenni, józan ésszel kell dönteni, és meg kell vizsgálni, amennyire csak lehetséges, én is ezt tettem, ugye annak a hátterét, amiben tényleg az ember akár pénzt, időt, meg energiát tesz bele. Na úgyhogy igazából továbbra is ezeket az elveket tartom, hogy a három trió üzleti stratégiában gondolkodva, építve, tehát az egészséged, a pénzforrás, ugye a pénz mozgatás, a pénzgyarapítás, a második pillér, és ez ugye passzív, a harmadik meg, hogyha profi módon akarsz jelen lenni az interneten, akkor használj profi eszközöket, tehát ez a három pillér. És az a jó benne, hogy mind a három pillér, mind külön-külön is egy üzleti lehetőség, tehát egy vállalkozás, és mindegyiknek a továbbajánlása, marketingezése még plusz pénzt hoz a konyhára. Úgyhogy én azért mondom, most szombat van, és mind a három területen hatalmas előrelépések,
nem mindegyikben pénzügyileg, mert ebből legújabb a, ugye ez az olajos témám, mert még igazából semmit nem kerestem, ezt most kezdtem. Én tesztelem a termékeket, 2 hetet teszteljük a párommal, és igazából még 2 hetet valószínű fogunk várni, hogy legyen saját tapasztalat, és akkor igazából teljes szívemből, lelkemből fel tudom azt vállalni, és tudom tovább ajánlani. Úgyhogy itt tartunk, csak lezárva ezt a videót, mind a 3 területen az üzleti tevékenységeinek, hála Istennek előre haladás van, és hát akit érdekel bármelyik is, vagy érdekel ez a 3-as üzleti stratégia, akkor most kivételesen ez alá a videó alá betettem mind a 3-nak egy hírlevél feliratkozó linket, úgyhogy akár mind a 3-ra, vagy akár valamelyikre, vagy valamelyikekre fel lehet iratkozni minden elkötelezettség nélkül, és mind a 3-ról fogok bővebb tájékoztatást küldeni, tehát tényleg ingyen, semmi elkötelezettség nélkül, és hogyha valamelyik megtetszik, akkor fogod tudni a levelekből, hogyan lépj tovább, vagy hogy tudod velem felvenni a kapcsolatot, vagy akár a csapattársammal, hogyha ők tőlük kaptad ezt a videót, és úgy iratkoztál fel. Hát felvenni velünk a kapcsolatot, és akkor el tudsz indulni te is egy, hát hogy mondjam, egy tényleg egy szabad, független élet felé, ami minden szempontból szabad, anyagilag, szabadidő szempontjából, egészség szempontjából pedig a lehető legjobb, úgyhogy erre hívlak, biztatlak, imitállak téged. És most ezzel én is lezárom ezt a videót, meg ezt a hetet. Ma már nem akarok dolgozni, holnap meg egyáltalán, vasárnap is van, holnap templom, utána meg egy tura Roxival Kőhegyre, akkor lehet, hogy edzés, meg a többi a családé. Úgyhogy hát ilyen életstílusra hívlak meg téged is, hogyha érdekel, szimpatikus vagyunk, ha már ugye a csapatot is megismered, mert mind a 3 üzlet mögött van egy nagyon jó csapat, és ezért megvan egy nagyon jó háttér támogatás. Hát mit mondjak még, semmi mást, úgyhogy hogyha valami érdekel, minden infót megtalálsz a hírlevelekben, meg a weboldalaimon, hát a weboldal linkjét is megtalálod a videó alatt. Akkor legyen kellemes hétvégéd a továbbiakban, hát az idő is szebb, mint amit ugye előrejeleztek, úgyhogy érezd jól magad, pihány, kapcsolódj ki, töltődj fel, és iratkozz fel a hírleveleimre. Úgyhogy akkor minden jót, jó egészséget, sikeres, szabad, boldog életet kívánok neked is.